Miért nem hallasz tőlem a GDPR-ról semmit, miért nem volt fönt ezen a csatornán videó ennek az egynek a kivételével, milyennek az oka és hogyan állja ez az egészhez? Üdvözöllek, Szilágyi Balázs vagyok, ez a Honlapra Fel csatorna, iratkozz fel, hogyha még nem tetted meg. És szeretnék neked erről beszélni egy keveset. 2018. május 25-én, azaz holnap után, nem tudom te mikor nézed, most amikor én ezt fölveszem, holnap után lép kötelező érvénnyel életbe ez a GDPR nevű szörnyszülött az Európai Unióban. Ez egy ilyen adatvédelmi irányelv, annak az angol rövidítése. Ugye ez egy online marketinggel foglalkozó csatorna, és hogyha valamit érint ez a rendelet, vagy ez a szabályozás, ezek a változások, az pontosan az online marketing által is érintett területek, hírlevél, hirdetések, honlapoknak a mindenféle dolgai, amik ugye az adatkezeléshez kötődnek. Tehát jogos lett volna, vagy jogosnak gondolhatnád, hogy na majd akkor én itt a Honlapra Fel csatornán beszéljek erről, vagy írjak erről, vagy akár adjak tanácsot ezzel kapcsolatban Facebook oldalamon, Facebook csoportomban. Indít csak egy képzést, vagy bármi ilyesmit, és hogyha megnézed, akkor ez az első alkalom, és valószínűleg az utolsó, hogy én ebben a témában megszólalok, egyetlen egy a hírlevél listaépítés tanfolyamunk hozottunk egyetlen egy segédletet GDPR témában. Milyennek az oka? Következő. Alapvetően ez egy jogi kérdés. Tehát amikor a GDPR-ról beszélünk, akkor értem én azt, hogy az online marketing területét érinti talán leginkább. Nem csak azt érinti amúgy, mert egy vállalkozásnál ez ezer területre kiterjed, de talán abba robbant bele a leginkább, és ott tűnik úgy, hogy minden olyan dolgot, ami eddig valahogy legalább működött, most megpróbál fenekestől felforgatni. De ez nem egy online marketing terület. Tehát egy online marketingesnek nem kell ehhez értenie. Ez egy jogi terület. Ugyanúgy, ahogy én online marketingesként el tudom neked mondani, hogy rakd össze a honlapodat, hogy szeressék az emberek, hogy mit csinálj a keresőben, hogy szeresse a kereső meg látogatókat hoz, vagy mit csinálj, hogy több vásárlód legyen. De ettől még ahhoz, hogy te működni tudjál, vannak jogi dolgok. Például, hogyha egy vállalkozásként, cégként működsz, akkor ugye neked egy céget kell létrehoznod, üzemeltetned, ennek a mindenféle állam által elvárt dolgait csinálod. Én ebben nem tudok neked tanácsot adni, tehát oké, hogy hozzá tartozik az online marketinghez, meg az internetes pénzkereséshez, hogy az ember ezután adózik, meg nem tudom is, nem én vagyok a megfelelő személy erre. És nem is azért szerettem volna ezt elmondani, hogy most én mentegetőzzek, mert én ezzel nagyon-nagyon jól el voltam. Hogy nem beszéltem a GDPR-ról, meg nem is nem akarok a GDPR-ról beszélni. Inkább akkor szeretnék segíteni, hogyha még mindig úgy érzed, hogy el vagy akadva ebben a témában, vagy még mindig úgy érzed, hogy a GDPR témájában neked egy online marketingestől, most nem feltétlenül csak tőlem, vagy valamelyik másik vállalkozónoktól kellene segítséget kérni. Az a helyzet, hogy én elmondom, hogy én mit tapasztaltam ebben a témában. Mi ezzel foglalkozunk, tehát mi erre amennyire tudunk, készülünk. Én azt tapasztaltam, hogy senki nem tud semmit. Tehát nincsen olyan szakértő, nincsen olyan anyag, amire azt lehetne mondani, hogy na, itt le van írva, hogy mi az, amit csinálni kell, vagy hogy kell csinálni, és akkor rendben. Egyetlen egy ilyen anyag van, ez pedig maga a jogszabály. És mégis azt látom, hogy fűfa virág, mindenki azt hirdeti, hogy a GDPR-ral kapcsolatos dolgokban fog neked segíteni. Van, aki csak úgy jótétlélekként, például nagyon-nagyon sok online marketinges, vagy jótétlélekként valami jogásszal összeborulva. De honnan tudod, hogy az a jogász az jól értelmezte a jogot? Hiszen ebben a témában nincsen kialakult joggyakorlat, tehát még csak a magyar szabályozás sincs meg abban a pillanatban, amikor én ezt most ezt a videót készítem. Nem, hogy mondjuk bírósági döntések, hatósági határozatok, stb. Zárójában jegyzem meg, még hivatalosan a hatóság sincs kijelölve, aki ebben a témában eljárhat. Tehát bármi, amit hallasz, bármi, amit olvasol, az legfeljebb egy hozzáértő
jó akaratú embernek a saját kialakított véleménye a jogszabály elolvasása alapján. Azért mondom, hogy legfeljebb, mert minimum három olyan pontot tudok ebben a mondatomban felsorolni, ami lehet, hogy nincs rendben, és ha nincs rendben, akkor már nagyon-nagyon-nagyon nagy baj van. És egyrészt nem biztos, hogy hozzáértő az, akitől te tanácsot kérsz, vagy aki a tanácsot osztja neked mondjuk a honlapján, vagy a közösségi médiában, vagy bárhol. Nem biztos, hogy jó akaratú, mert nem biztos, hogy jó akaratú, nem minden ember jó akaratú, ez ilyen egyszerű. És nem biztos, hogy a jogszabály alapján. Mert honnan tudod, hogy az az ember, akinek te megnézed egy videóját, vagy elolvasod egy hírlevelét, az egyáltalán elolvasta ezt a jogszabályt, és nem csak valami másik szakembernek a dolgaira hivatkozva rakja össze, amit összerakott. Tehát én azt tudom neked javasolni, hogy nem másoktól várd a megoldást. Ugye, ha ezt a csatornát követed, akkor nagy valószínűséggel a KKV, tehát kis- és középvállalkozás kategóriába tartozol, ami azt jelenti, hogy majdnem biztos, hogy nem tudsz megfizetni egy olyan szakértőt, vagy egy olyan nagyobb céget, aki tényleg komoly szinten azt vállalja, hogy ezt a dolgot rendbe teszi. Ezekre milliós tarifák mennek most. Innentől kezdve a legjobban akkor élsz, hogyha te magad előveszed ezt a jogszabályt, előveszel sok szakértőt, és megpróbálod összerakni azt, hogy mit lehet ebből kihozni. És foglalkozol vele. Tehát én nem tudok neked, nem is akarok neked segíteni, és bocsánat, nem azért nem akarok neked segíteni ebben a témában, mert hogy rossz indulatú vagyok, hanem talán éppen azért, mert jó indulatú vagyok, nem akarlak téged megvezetni azzal, hogy na tessék ezt, vagy azt, vagy amazt kell csinálnod, és utána meg lehet, hogy 2 év múlva, 4 év múlva, 5 év múlva kiderül, hogy az úgy nem is volt jó, mert én nekem nem volt jó a jogértelmezésem. Tehát mi valamit összeraktunk, mi ez alapján módosítjuk a hírlevelünket, a feliratkozást, az adatvédelmi szabályzatunkat, a cookie értesítőnket a honlapjainkon, a megrendelési űrlapjainkat, stb. Tehát rengetegnek van egy ilyen listánk, amin haladunk végig, még mindig, már a nagy részében már megvagyunk, de még mindig haladunk végig. De nem biztos, hogy ezzel, hogy én ezt jól értelmeztem. És akkor utána én nem szeretném neked azt mondani, vagy nem szeretném, hogyha te azt mondanád nekem 2 év múlva, 4 év múlva, hogy Balázs, hát te mondtad, hogy ezt meg ezt csináljam, és mégsem működött. Vagy a te általad javasolt szakértő mondta azt, hogy ezt vagy azt csinált, és mégsem működött. Úgyhogy ezért nem hallottál tőlem GDPR témában semmit, ezért nem hallasz a jövőben sem tőlem GDPR témában semmit. Ezt az egy videót szerettem volna ezért elkészíteni, mert többen fordultak hozzánk ilyen kérdésekkel, ilyen-olyan vérmérséklettel, volt, aki csak kérdezte, volt, aki teljesen kiakadt, hogy ezen mi miért nem, vagy ebben a témában mi miért nem tudunk segíteni, hát ezért. De egy valamit tudok neked még így a végén üzenni, mint vállalkozó a vállalkozónak. Az, hogy a te adatkezelésed és az ehhez kapcsolódó minden rendben legyen a vállalkozásodban, ez kizárólag a te felelősséged. Tehát akármilyen tanácsadót követsz, hallgatsz, olvasod, nézed, még fizetsz is neki, te és vagy a te vállalkozásod lesz az, amit hogyha számon kell kérni, elő kell venni, büntetést kell rá kiszabni, akkor számon fogják kérni, elő fogják venni, büntetést szabnak ki rá. Tehát nézz utána, járj utána, én azt mondom, hogy soha nem késő, tehát nyilván a határidő az elindul, vagy lejár, ugye ez a dolog, ez már érvényben van 2 éve igazából, csak most lesz kötelező. Tehát az lejár május 25-én, de hogyha te május 28-án teszed rendbe, mert akkor jössz rá, hogy valami nem stimmel, azt, amit még rendbe tudsz tenni, ez még mindig egy jobb és egy jogkövetőbb magatartás, mint hogyha becsukod a szemedet, és azt mondod, hogy én nem foglalkozom ezzel az egésszel, jöjjön valami tanácsod, aki ezt nekem elmondja és megcsinálja. Úgyhogy ennyit szeretem volna ebben a témában elmondani, ez egy jogi téma, kell vele foglalkozni, muszáj vele foglalkozni, ez mindenkit érint, aki az Európai Unióban van, vagy akár csak az Európai Unióban lévő állampolgároknak elad, és ezzel kapcsolatban adataikat kezeli, úgyhogy foglalkozz vele, de ne feltétlenül mástól várd a megoldást, és semmiképpen ne online marketing tanácsadótól, vagy nem szakjogásztól, mert a megoldás. Remélem segítettem ezzel a videóval, tudom, hogy ez egy
felkavaró téma, és lehet, hogy most ezen nem voltam népszerű, amit elmondtam, mert szívesebben hallottál valami olyat, hogy ezt csináld meg a honlapodon. Elmondtam, hogy miért nem. Minden esetre nyomj egy ilyet, légy szíves, ezt nagyon szépen megköszönöm, ezt lehet, és a YouTube remélhetőleg kezeli az adatvédelmet, úgyhogy se neked, sem nekem nem lesz belőle bajunk, hogy nyomsz egy ilyen lájkot, nekem viszont nagyon sokat segítesz vele. Iratkozz fel a csatornánkra, hogyha még nem tetted meg, és nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál és meghallgattál.